Az intézmény maga tulajdonképpen az 1800-as évek végétől akkor már hasonló dolgokkal foglalkozó intézet volt itt. Mi egy alapvetően mezőgazdasági génbank vagyunk, annak ellenére, hogy most már kibővültek a feladataink, és nem csak kultúrnövényekkel, hanem vadnövényfajokkal is foglalkozunk, és a mi feladatunk megőrizni azt a sokféleséget, azokat a növényeket, amit a mezőgazdaságban használunk itt a Kárpát-medencében, már több száz, bizonyos esetekben több ezer éve. A gyűjtéseket az 50-es évek óta folytatja az intézet szisztematikusan. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy a teljes országot lefedő gyűjtéseink vannak, és ezen kívül természetesen a mai határokon, túli területekről is gyűjtöttek a kollégák, és gyűjtünk mi is a mai napig. A magot tárolás előtt szárítani kell. A szárítási folyamatnak az a feladata, hogy a magban lévő vizet elpárologtassuk, tehát a szabad vízmennyiséget elpárologtassuk, és utána a szárítás után kerül a hűtött tárolóba a mag. A tűzbab, például a cirok, lóbab, veteménybab, ricinus, gyógynövény, de dísznövény is. Jelenleg az intézetben több mint 50 ezer génbanki tételt őrzünk, amelyek egymástól különbözőek. Ez körülbelül 1100-1200 növényfajhoz tartozik. Hűtött tárolókba tároljuk a magokat. A magbanki megőrzésnek az alapja az, hogy nagyon alacsony nedvességtartalomra szárított magokat tárolunk, hiszen így tud életképes maradni mínusz 20 fokon például körülbelül 100 évig egy ilyen mag. Több mint 20 hűtőtárolónk van, ugye mi folyamatosan ellenőrizik az életképességet, és ebből arra következtetünk ezeknek az eredményeiből, hogy valóban ez a 30-40 év most már eltelt, és továbbra is az ott őrzött magok életképesek. Ez itt most azért üres, mert ez ellenőrző csíráztatáson van fönt ez az anyag, tehát ennek az életképességét vizsgálata folyamatban van. Az egész világon probléma az, hogy egy olyan 4-5 növényfaj adja az emberiség táplálékának nagyon jelentős százalékát, 70-80 százalékát, és emiatt azért meglehetősen sebezhető világszinten a mezőgazdaság. Hogyha egyik évről a másikra eltűnik a szaporítóanyag, ami a magot jelenti a legtöbb esetben, akkor bizony nagyon könnyen el tudnak tűnni fajták és tájfajták, és ez világszinten, és így Magyarországot is érintve, egy folyamatosan fennálló probléma. Az elmúlt 100 évben nagyon nagy részét elveszítette a világ ezeknek a régi fajtáknak, vagy teljesen, vagy pedig azzal, hogy kiszorultak a termesztésbe. Minden évben lehetőség van tőlünk magot kérni, a tavaszi időszakban. Az elmúlt években egyre növekszik a kereslet, és idén január utolsó péntekén tettük fel az ajánlati listánkat, és 48 óra alatt, tehát vasárnapra gyakorlatilag elfogyott. Jövő tavasszal pedig igyekszünk felkészülni, és még nagyobb mennyiséggel rendelkezésre állni, hogy mindenkinek az igényeit ki tudjuk elégíteni.